Üdvözlöm nézőinket, önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai összeállításunkban megismerkedhetnek Horváth Ferenc rendőrrel, aki a későbbiekben jogi diplomát is szerzett. Roma példakép fiataloknak, mindazoknak, akik pályaválasztás előtt állnak. Sárospatakon születtem 1966. október 15-én, ami nem most volt, de soha nem éltem Sárospatakon. Egy darabig éltem Olaszliszkán, aztán átköltöztünk édesanyámék lakóhelyére Tarcarra, aztán volt még egy költözés a szüleimnek, úgyhogy az óvodát azt ott kezdtem el Olaszliszkán, de mire az iskola jött, már megint csak Tarcaron laktunk a nagymamáiknál. Ott is végeztem el az általános iskolát. Nem mondom, hogy egy olyan hatalmas eredménye, de valahogy mindig azt mondták, hogy hát olyan jó képességeim vannak, de rettentő rossz gyerek vagyok. Én is úgy éreztem, hogy ez valós. Amiket szerettem tantárgyakat, azokat nagyon szerettem, azzal nem volt gond. Amit kevésbé, úgy azzal sem volt gond, de nem törekedtem arra, hogy én most színjeles tanuló legyek. Szüleim elismert emberek voltak Tarcalon. Nagyapám Szekkovács is volt, bárdogos tetőfedő, és mellette a Észak-Magyarországi kőbányában volt ilyen karbantartó. Édesapám béketogorjás zenész, nagybőgő és dobbő volt a kedvenc hangszere, de nem sokat dolgozott így a szakmában, mert amikor ilyen 8-10 évesek lettünk, akkor anyu azt mondta, hogy na most akkor elég volt a csavargásból, és inkább hozzánk csatlakozott. Végül is 6 évesen én is megpróbálkoztam azzal, hogy hegedüljek, és egy olyan fél évig tanított is a Jóska bátya, de aztán azt mondta, hogy nincs hozzá csuklom, én megörültem neki, hogy akkor nem kell járni hegedű órára hozzá. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon szép életünk volt. Édesanyám az háztartásbeli volt, meg négy gyermeket nevelt fel, én vagyok a legidősebb, van 2 húgom és egy öcsém. És szépen sorba jöttünk, fiú-lány. A legkisebb lány és közöttem 11 év a korkülönbség, úgyhogy anyunak azért volt mit tenni velünk. Azt mondom, hogy egy csodálatos gyermekkorunk volt, mert apu nagyon sokat dolgozott, de tulajdonképpen mindent megkaptunk. Már akkor is volt bennem egy ilyen büszkeség, egy ilyen tartás, amire talán az a legjobb példa, hogy amikor az iskolában ilyen ruhaneműt kaptunk, teljesen újat, és nekem adtak egy ilyen tréning alsót, vagy mackónadrágot abban az időben. Rettentően örültem neki először, mert volt benne egy belső zseb, amit így be lehetett hajtani, és hát örömmel töltötte, hogy oda hát betehetek apró pénzt is, és akkor az nem fog elvesződni, amikor én sportolok. Atlétikából nem voltam rossz. Egy kicsit később, ilyen 17-18 évesen megyei versenyt is nyertem. De a lényeg az, hogy amikor hazamentem és végig gondoltam, hogy most nekem van ez az új tréning alsóm, akkor jöttem arra rá, hogy tulajdonképpen csak a cigányok kaptak. Tehát, hogy mások nem. És akkor úgy végig gondoltam ezt az egészet, és a végén sírva mentem apámhoz, lehettem egy olyan 6. osztályos, hogy nekem nem kell konyörödomány. Vigyük vissza. Apu többször megpróbált lebeszélni róla, de aztán azt mondta, hogy jó, fiam, hogyha te így gondolod, akkor menjünk. Visszamentünk a Kovács igazgató úrhoz, és azt mondta apu neki, jól ismerték egymást, hiszen munkásőrök is voltak együtt, hogy figyelj, a fiúnak többet ne adjatok ilyen ruhát, mert nem kell neki könyöradomány. És visszaadtok. Ez egy ilyen meghatározó élmény volt az én életemben, hogy amiért megdolgozok, az az enyém, és nekem nem kell adni, csak akkor, hogyha tényleg rászorulok. Nem éreztem magam rászorulnak, nem akartam mástól elvenni. A Kossuth Lajos Tudományi Egyetemre Debrecenbe szerettem volna felvételizni földrajztörténelem szakra. De megint elvitt az élet megint más irányokba, mert negyedikes gimnazista voltam, amikor Kálmán Zászlós, a 10. rendőrkapitányságról megkeresett minket, hogy ő toboroz. Nem igazán értettük, hogy miről van szó, de azt mondta, hogy elvisz minket egy sörre, elkér a történelmi óráról, és beszéljük ezt át. Úgyhogy végül is az lett a vége, hogy elmentünk egy vendéglőbe, és beszélt a rendőri munka szépségeiről. Egy évre már voltak tapasztalataim, tehát már a családon belül volt 2 olyan nagybátyám, aki ezt a hivatást választotta.
tetszett nekem is az egyenruha, meg tetszett az egyenesség, meg a vonalasság. És végül is úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg. Akkor még ugye az a fiatalos évvel 4-5-en jelentkeztünk rendőrnek. Na de a Budakeszi úton a másik hármat kiszórták mellőlem, mert sokan azt hiszik, hogy olyan egyszerűbb bekerülne a rendőrség. Hát nem igaz, mert az orvosi, fizikai, pszichikai vizsgálatok azért igencsak kemények. És hát végül is, mert a hegylakó egyedül maradtam, pedig örültem volna, hogyha vannak ismerősök körülöttem. Meg volt az érettségi, hát nem volt egy nagy szám az eredmény, de végül is könnyedén prezentáltam. Már megvolt a levelem ahhoz, hogy hova kell jelentkezni, mit kell csinálni, hogy a rendőri felvételi eljárás elinduljon. Végső soron Kőbányán megint csak jól jártam, mert már volt 2 cigány származású rendőr kollega az állományban, akik jó szívvel fogadtak, és hát ott tanultam ki a szakmát, a hivatást. Talán nem csináltam rosszul, mert ugye 86 környékén kerültem oda, 88-ban már a zászlós képző, a Vörös Csillag érdemrenddel kitüntetett Kun Béla zászlós képző iskolára kerültem, ahol újabb egy évet kellett így katonáskodni, de végül is valami 20-21 éves voltam, amikor már zászlós rendfogadatom volt. Abban az időben ez hatalmas eredménynek számított, hiszen 50 éves emberek kapták meg az zászlósi rendfokozatot, úgyhogy meg is kellett küzdenem a befogadásért, de a végén egy-két gombütés a vállapra is, és utána már teljesen egyenrangúan kezeltek, mint zászlóst. Aztán járővezető lettem, utána ügyeletes, azt 96-ig voltam ügyeletes Kőbányán, 8-10-12 gépjárművet irányítottam egyedül, tehát gépkocsizó járőt irányítottam egyedül, és volt egy norma, hogy Budapest területén 8 percen belül rendőrt tudjunk küldeni. A Roma Rendőrök Országos Egyesülete 2005. októberében alakult meg. Furcsa körülmények között, mert akiket vártunk, azok nem jöttek el, akiket nem vártunk, ott voltak, ott volt előttem 50 ember, és hát meg kellett csinálni az alakuló közgyűlést. 9 tagú elnökséget választottunk. Tulajdonképpen a fő cél az volt, hogy hidat építsünk a romák és a rendőrök között. Nem mondom, hogy sok szempontból nem értünk el komoly eredményeket, de tulajdonképpen nem, abban az időben még a sokszínűség érték volt. Jelenleg már nem igazán. És akkor ugye a fekete rendőrök mintájára, az amerikai fekete rendőrök mintájára úgy gondolták, hogy ez egy ilyen kuriózum lenne, de sok mindenki sokféleképpen képzelte el. Mi magunk, Villás Lajos őrnagyúrral, vagy a testvérével, a másik Villás sráccal, Bari Józsival, a tűzoltóval, a nyugalmazott gépkocsizójáról, Róna Jellemérrel, Takácsi, mivel a metrórendőrségtől. Ezt valahogy úgy képzeltük el, hogy tényleg legyen egy ilyen híd, de civil híd, tehát mi tulajdonképpen ne tartozunk bele a testület kötelékébe társadalmi egyesületi tevékenységünk kapcsán. Nagyon sok bűnmegelőzés előadást tartottam. Ha nem hallott a 2500 gyermek az emberi jogi vagy drog, család, trauma témakörökben leadott anyagaimat, előadásaimat, akkor egy sem. Tehát nagyon sok iskolába eljutottunk, nagyon sok helyen voltam. Volt már olyan is, amikor tényleg az életutamról kellett nekik mesélni, és úgy érzem, hogy hát azért hagytam bennük nyomot, mert amikor a Facebookon egymás után bejelölgetnek, és közöd nincs hozzá, hogy ki lehet az a srác, és rám ír, hogy ugye az előadást hallotta, és ő is rendőr szeretne lenni, igaz, hogy még 14 éves, tehát tudom, hogy még esélye sincs rá, akkor az úgy jól esik. Tehát azt mondom, hogy valahol igen, elég sokszor állítanak be úgy, mint példakép. Nem biztos, hogy a legjobb példakép vagyok, mert már szinte mindent csináltam, tehát csak akasztott ember nem voltam, de alapvetően tényleg, amikor a hivatástudatnak elő kellett jönni, az előjött, amikor a jogászi vénának ki kellett, hogy jöjjön, akkor az kijön. Tehát éles helyzetekben sokkal jobban tudok reagálni a dolgokra. És hát nem ért véget az élet azután, azt tudni kell, hogy 2007. december 31-én volt az utolsó szolgálatom az ORFK főügyeleten beavatkozási parancsnokként, mert hogy akkor volt a határőrségnek meg a rendőrségnek az integrációja, és volt egy olyan lehetőség, hogy
emelt főbe befejezzem a pályafutásomat, ne próbálkozzak ilyen betegségekkel, ilyesmivel 50 éves koromban, stb. Stb. És elég volt. Tehát az a durva 23 év, vagy valamivel több, ami az 1-2-es szorzókkal, mert voltam olyan beosztásokban, amikor a munkaidőt ugye szorzóval számolják, az 2007. decemberében leketjent, és el kellett gondolkodnom rajta, hogy akarok-e még szolgálnia, vagy sem. 96-ban közbevetőleg felvettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, mert hát ugye, ha egyszer rendőrtisztre nem sikerül, az ember megpróbálkozik egy jogi egyetemmel, és mit tesz Isten, oda meg felvettek. Zavarba is voltam, mert 2 év után megpróbáltam megkérdezni a rendőrtiszti főiskolán a tanulmányi osztálynak a vezetőit, hogy nem lehetne-e esetleg átmenni oda, mert kezdek kiakadni a sok tanulástól így munka mellett, és akkor ő meg azt mondta, hogy hát uram, innen mennek oda, nem onnan jönnek ide, bírja csak maga ott ki, hol van. Hát mondom, jó, akkor legyen. Mert hát azért tetszett volna, hogyha mi hamarabb rendőrtiszt vagyok, mert durván 70 ezer forint eltérés volt egy zászlós és egy rendőrtiszt, egy rendőrhadnagy fizetése között. 3 fiam van. A legidősebb közel 30 éves. Amire nagyon büszke vagyok, az a lány. Tehát ő most 19. éves. A Roma Versitasnak a hallgatója, tanulója, most van az érettségére való felkészítése, és közbevetőleg a Milestone intézetbe is jár, és hát csoda dolog, de soha nem járt nyelvtanárhoz, és hát most vizsgázott angolból felsőfokon. Még nem tudjuk az eredményt, de remélem, hogy nagyon jól sikerült. Legalábbis a Dino Kenny azt mondja, hogy tényleg jól beszél angolul. Hát engem simán ver, ez tény. És hát úgy látom, hogy az ő jövőjét még keményen is jól kell tudni támogatni, mert szerintem sokkal többre képes, mint én. Egy fiatal azért legyen rendőr, mert ez a hivatás arról szól, hogy másokat megvédünk. Arról szól, hogy ismerjük a jogot. Arról szól, hogy a saját népünknek segítséget tudunk nyújtani, mert nem minden cigány bűnöző. De akiket elnyomnak, azoknak azonban egy rendőr, egy jól vizsgázott, jól felkészült rendőr nagyon sok segítséget tud nyújtani. És ez egy hivatás. Hiába magyarázzák, hogy szakma nem hivatás. Hatalmas lelki erő kell hozzá, mert amikor mindenki rohan el egy helyszínen, és neked oda kell menni, ahhoz lelki erő kell. De amikor megmentesz egy gyereket, vagy valaki mást, akinek lehet, hogy tényleg a halálból hozott ki, a haláltorkából hozott ki, akkor az egy hatalmas érzés, és utána ez napokig benned van. És amikor eltelt az 5 év, az az időszak, amíg az ember át tud formálódni rendőré, utána nem tudja ott hagyni. Tehát akkor nehéz. Én is csak azért hagytam ott, mert végig kellett gondolnom, hogy 15 évet akarok én még szolgálni, vagy sem. Vannak fiatalok, vannak erősebbek, vannak olyanok, akik a helyemre tudnak állni, hát álljanak. És kérem is azokat a roma fiatalokat, akikben megvan az erő és az elszántság és az elhivatottság, hogy válasszák ezt a hivatást, mert csodálatos. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra 1 hét múlva!